Oleg-ékhez ti is összegyűltök. Nagyjából eltett egy ilyen 15 nap, még egy 15 napi munkavárgozás vár rátok, inkább nem így munka. Első kérdésem. Hova akarjátok az első településteket rakni? Én azt mondom, gyerekek, hogy lehet, hogy a Thorn River Camp, ez nem lenne egy rossz hely, mert mellette van egy aranybánya. Jó. És a Steglos Forest, ott van egy alapból egy forest, vagy fortress, de fortress, de az kicsit messze van, meg egy parton, lehet, ez csak később lenne jó. Mindjárt megkeresem nektek, hogy mi mivel jár. Ez egy river crossing. Milyen előnye? Minden ellenje. Jó, rendben, nem. Köszönjük, ez jó lesz. Plusz ez nincsen messze a legégtől. Alapvetően három lehetőséget ad a könyv, ami plusszal indul. Persze rakhatjátok máshova is a várost, tehát ezeknek van kezdő bónusza. Első, Oleg training posztja, ami egy lehetséges kezdői számotokra. Beépítettétek Oleg training posztját a városba, ami azzal jár, hogy három ingyen épületet kaptok. Egy boltot, egy istállót és egy őrtornyot. Azt hittem, hogy Oleg előbb-utóbb a nyakunkra akar nőni és majd meg kell ölnünk. Kommunista revolution-t elkezdjük, akkor a burzsuázia nem fog túl jól járni. A második hely a Temple of Tiak. Ami... No. Előnyt ad arra, hogy az első templom, amit megépítetek, féláron van. Egyikön is ilyen nagyon vallásos. Ennyi. Steglor's Fortress. Van egyrészt mellette folyó, van mellette tó, egy dombon helyezkedik el. Ezen kívül a mi bónusza van, hogy az első kastély, amit felépítettek ezen a hexen, az fél áron van. Oh. Plusz, ha ide építitek, akkor kaptok egy economy, egy loyalty és egy stability bónuszt a kingdomra. Ez hol van? A Steglor's Fortress. Csak hogy vizualizáljam nektek, egy castle, ha jól emlékszem fejből, akkor 64 building pointba kerül, egy building point 2000 gold. Nem, 54. Azzal, hogy ideépítettek meg, 54 000 spóroltok. És mi volt a harmadik? Ez három. Van a Oleg, Steglord és Temple of Tiak. Az Elk az csak egy templomnak adja meg a fél árát. Ami nem megy össze. Hát én azt javaslom... 16 BP, az 32 000. Ja, hogy igen, közben kinyitom a mikrofonomat. Szerintem valahogy az alapján döntsük el. Kicsit ilyen RP szempontból, olyan nagyon metás szempontból. Szerintem a templomot azt ki is lőhetjük, mert az úgy túl sok közünk nincs. Nem. Szerintem az, hogy mennyire vagyunk demokratikusok. Ha nagyon demokratikusok vagyunk, akkor Oleg, ha nem, akkor pedig Steglord. Azt vegyétek figyelembe, hogy a Stolenland szívében van a Steglor's Fortress. Olegékkel valamikor beszéltünk erről, hogy ők nem az volt neki a lényegük, hogy ők ki akartak költözni a nagyvárosból? Így van. Rá akarunk építeni egy várost, most, hogy ők ki akartak jönni onnan? Én nem... Igen, az egyik az nem kívánság műsor, Oleg úr. Én alapvetően gondolom azt, hogy az lenne a demokratikusabb választás, hogy Olegékre ráépítsük. Szerintem épp az, hogy független helyen kiépítjük a kastélyt, vagy a központot. Viszont csak egy észrevétel, hogyha viszont leépítjük ide a Steglordhoz,
akkor itt van egy átkelő rögtön mellette, ami utána felvezethet Olegék felé, ami utána tovább vezet Restov felé, meg ott arra az út, az nem tudom hová vezet. Építsünk vonatot. Ki van rakva egyébként az útra két icon még? Mi van, szavazzunk. Szerintem legyen Stagler. Még Stagler azért is jó, mert akkor fel tudjuk építeni az aranybányáig, és le tudjuk fedezni a koboldokat is, ami lehet, hogy nem hátrány. Ó, azok a rohadt koboldok. Igen, meg miután ilyen vendéglátós irányba itt elmehet Oleg, és akkor az így fél úton lehet a utazóknak akár. Én szerintem minden tekintetben az a legjobb megoldás. Könnyű csinálunk ezt, könnyedtok veleteket. Ide. Tehát akkor Stagler's Fortress. Uh-huh. Helyre építitek. Jó, mint Heaven Fortress. Vagy ez Eden Fortress. Mi legyen a neve? Ez egy másik kérdés. A New Eden a... Én azt mondtam, hogy a New Eden lesz a királyság, mert akkor lehetne ez a Cradle, vagy valami ilyesmi, mert ugye ezt szokták hozzá kapcsolni. Micsoda? Cradle. Ja, aha. Hogy is van, hogy lehet ezt legjobban magyarul mondani? Bölcső. Bölcső, ja. A kiváló Cradle of Filth nevű együttes után szerintem ezt mindenkinek így lenne tudnia. Fair. Így? Hát jó. Így meg felem? Oda raktam le. Nagy büdös fekete, ja nem, hülye vagyok. Egy tével. Másik kérdés, milyen színe jelöljem a birodalmatokat? Hát csak a vörös. Lila. A vörös. A vér színe. Igen, legyen vörös, és a című pedig legyen csarol meg egy kalapács. Igen. Jó, vat. Igen. Lóáltalás. Legyen fehér, és a címe legyen egy rózsabokor. Legyen lila. A piros alapon egy fehér kör. Lila. Szóval. Akkor döntsétek el. Lila. De véteményét meg kitaláltuk. Fehér alapon egy fa, nem? Nem. Nem, azért kérdezem, hogy mi hogyan jelen be a térképen. Legyen zöld. Filmen? Legyen zöld, menjünk a izével az eredeti. Ja, hogy legyen zöld persze, de a címet, akkor ez a fa marad, amit Bogó. Ja, akkor, hogyha jól értezem, igazából a védelmező segítségével lettünk kizelyek, így aztán azért eléggé ilyen a természettel barátkozunk, mindenki, aki a természet népe, de eléggé olyan. Mi vagyunk a Heroes 3-ban a zöld, tudod, hogy ez a természet alapú. Szerintem ez működik. Okay. Meg kapunk enteket, meg ilyesmiket valószínűleg. Király. Vagy a Dűne 2-ben a Fremenek, azt hiszem. Vagy valamelyik Dűne részben a Fremenek voltak még. Nem is. A Harkonnenek voltak pirosak, az Outriders-ek kékek, és kik voltak a zöldek, akkor csak a Fremenek. Igen. Na, akkor ennyi. Jó, lehet, hogy majd átállunk ilyen Harken Empire-re itt, szóval. Harken Diktatorial Empire. Az első galaktikus birodalomra. Vörös alapon zöld fa. De baj, a könyvet nem olvastátok, illetve a Dűne könyvet. Nem. I can't read. Hát, nem melyiket a hatból talán? Dűne gyermekei meg. 8 vagy 10 van, de egyébként igen. Ja, így meg pláne. Legalább az elsőt. Nem, én az összes filmet láttam, ami megjelent róla. Nem közüljött engem, előzőket is. Na, akkor vágjátok, hogy a Harkonnen Birodalom igazán, ahogy hívják, azért ott ha akarnak valamit, ott el van valami intézve. Igen. Nem igen kell elővenni a népszavazós urnákat. Nem sűrűn kerülnek ki a pincéből. Nem. Igazából, hogyha zöld színnel vagyunk, akkor akár lehetne a nevünk az is, hogy Grove Street, nem? Igen.
Grün stressze. You pick the wrong house, fool. Megelünk néhány ballasz pusszit. Mizének az ezek ezen a vagy CJM-en. Oh man, megérkezek a Staglers Fordba és meglátok. Csak a New Eden? New Haven? Nem csak simán Haven. Eden. Ja, Eden. Szerintem simán Eden. Nem, Haven. Én is azt hittem, hogy Haven lesz. Nem, aztán hát Eden. Eden írtatok. Na számoljunk. 2, 4, 6. ...48 területet pucoltatok ki. Összesen... egyébként nyissatok meg a Kingdom Template Excel file-t, amit megosztottam veletek. Igen. Hol azt adtad meg? Még csak, hogy le van pinelve a Kingmaker-be. Igen. Igen, megnyitottuk. Na és akkor szépen állítassunk be mindent. Nem People Republic kell. Vagyunk. Mi vagytok? People Republic of Eden. Nem Republic. New Eden. Nem akarunk inkább Kingdom lenni? Jobbak a bónuszai. Így nem fér ki, majd megcsinálod a Excel file-ba. Nem, mert a Republic azt feltételezi, hogy hatalmat adunk a nép kezébe. Yes? Olyan is kell azt tenni. De azt csináljuk, nem? Hogy, aztán látjátok, hogy mi lesz a vége. Legyünk diktátorship egyébként. Hát... egy választásos alapon ment egy egymást után választó diktátorship. Ez egy negatívan hangzik, de úgy meg legalább a előző uralkodó, ha jól van kiválasztva, akkor mindig egy kompetens utódot választ. Aha, mert ez mindig így szokott történni. Én amúgy alapvetően nem vagyok ellene, hogy, hogy mondjam, ilyen királyságszerű valamik legyünk. Jó, akkor, akkor éppen, hogy a Staglord Fortnite üldögélünk és lerakjuk a köveket. RP-be le-RP-zik, hogy, hogy megdöntjük a dolgot. Jó. Hogy így asztal körül így üldögélünk, én éppen írogatok egy papírt nagyba, hogy tervezgetem, hogy mi lesz majd így a... egy elég fontos kérdés, még nem tisztáztunk le, hogy fordulok felétek. Igen. Hát... tehát akkor mik is vagyunk mi pontosan? Hát... egy család. Én ember vagyok. Család. Tehát akkor ki fogja irányítani ezt a birodalmat? Szerintem mi együtt mindannyian. Majd Oleg. És tegyük fel, hogy előbb-utóbb meghalunk. Soha nem halunk meg persze, de tegyük fel, hogy előbb-utóbb meghalunk. Akkor utánunk ki fogja irányítani ezt a helyet? Ezért mondom, ha lenne egy tanács, amivel mi öten vagyunk benne, és aztán, ha valamelyikünkkel valami történik, akkor ez a szék az feltöltésre kerül. És kiszavazza meg azt a székbe való bejutást. Hát a megmarad csapat magat, nem? Aha, a maradék négy, vagy amennyi megmarad. Oligarchia. Yep. Elkezdem védni, hogy oligarchia. Ezért nem feltétlen kell, hogy rosszul működjön, ha odafigyelünk. Uh-huh. Jó, jó. Akkor is egy oligarchia. Bocsánat, DM. Micsoda? Egy végig is egy ilyen, hogy hívjuk azt, de nem oligar... Ami nem számít, csak beléteszem, van autokrácia, magokrácia, oligarchia, overlord, republic, secret syndicate és teokrácia. Na akkor van oligárhia, ja, akkor az vagyunk City lényegében. City Syndicate akkor az jó hangzik. Secret Syndicate. Hát, az is jó. Mi az City Syndicate?
Secret. Secret. Szerintem csináljuk úgy, hogy alapvetően úgy tűnik, mint egy oligarchia lenne, csak aztán igazából egy secret szindikát irányítja, aminek Remzi a feje. És aztán van még egy secret szindikát, ami pedig csak elhiteti Remzivel, hogy ő a főnök. És aztán Remzinek a csapatában van egy random katona, akinek az a szindikátja. Nem, a végén már van egy rakás különböző szindikátus az egész államban, és mindegyik arra játszik, hogy valaki más higgyi azt, hogy a főnök. És így igazából nincs is főnök egyáltalán, mert mindenkivel csak elhitetik. És az egészet három ember uralja együtt. Bogart, Mitmek és az random szerencsés erpeny. És az ez az oligarchia, és oligarchikus, nem tudom, hogy hívjuk ezt. Egyébként is lehet módosítani, mert meg van írva, meg van beállítva íratóra, azt hiszem. Én nem bírom módosítani. Én sem. Szerintem el... Igen, itt írja, hogy csak megtekinthetem. És mi legyen a cél, hogy tehát akit kijelöl a tanács mondjuk új tagnak, azok a legtanultabb, a legerősebb? Mi a cél? Érdemes, hogy így... Lehet fog tartani egy ideig, de... Mármint, hogy van egy pár pozíció, amit be kell tölteni, és nem vagyunk elegedni. És van pár barátunk is, akiben megbízhatunk. Szóval a barátainkat rakjuk az oligarchikus pozícióhoz. Raktam be egy új linket. Igen, megvan, tökéletes. A barátaink kerülnek ebbe a tanácsba. Jó, lehet. Először töltjük fel azokat a helyeket, amire megvan. Ez mi Oroszország vagyunk? Lehetséges, hogy most érdekes dolgokat fogok megtenni magamról, de ez nem tök logikus. Tehát akkor azt mondjátok, hogy egy oligarchia vagyunk, akik... Hát a célunk, hogy a barátainkat rakjuk főként első körbe most a... Ezt így írom a döntési, papírra. Döntési pozíciókba. Oh no, are we the baddies? Let us take Lord. De nem jár együtt, ebben nem jár együtt az, hogy mindenki másnak rossz lesz amúgy. Ez elég szomorú, hogy ugye ez a... Ez nem jár együtt, de általában úgy szokott alap. Általában így szokott, de ja, épp ez az, hogy szomorú, hogy ez az alap, ilyen váz. De... Ez mindig egy ilyen nagyszerű vállalkozás indul az egész. Igen, utána, szokott K-betűsen elbarmolódni. Oh fuck. Jó, szóval akkor minden egyes település egy bizonyos összeget be kell, hogy fizessem. Ha majd visszakapnak valamennyit, ahogy megjön. A vagyonuk 98%-át. És ezt így kiderülne, hogy mindenkinek ilyen nagyon-nagyon vad izé, politikai nézete van minden karakter, tehát Remzi egy ilyen full kommunista izé. Igen, és a népesség 80%-ának el kell jönnie katonai szolgálatra. Jó lenne, inkább többségében emberek maradnának. Egy de amúgy erről nem beszéltünk, de szerintem Imre és Ola nektek nem kéne pozíciót felállnotok. Most miért? Jó, tehát akkor pozíciók, akkor kell egy, ja, írja is, hogy mik a karizma modifier és erről. Ki legyen az uralkodója úgy külön? Szerintem, aki le fogja kommunikálni a döntéseket és egy popular figurehead. Ez a báb kormány, igen. A névleges. Aki ugye majd ez miatt a titkos támadásoknak az élét fogja elviselni. Akit a fejvadászok támadnak meg itt. Jól beszél. Aki majd a Strasbourg-i bíróságon képvisel minket. Meg Hágába. Hogy halad az idő? Jó, ja, akkor ez legyek én. Jó, így gondolom. Mindenki egyetért ezzel? Akár Árimán is tehetne. Hát, ha más nem, majd leváltunk. Hát érted. Mert megpróbáltuk leváltani. Mondom ezt így nevetve, aztán abban a nevetés. Igen, mindenki kényelmetlenül nevet. Ahogy nevetsz oldalra nézel, hogy Remzi élezi a 2 méteres alabárgyát. Kászik ráztatom egy a viharszemet. Ennek így csak resegnek a két ősontjaim. A konzort. Ha-ha-ha-ha, megöttem a két fátyának, fellobban a lángja. Jó, és akkor a három közül válasz, hogy melyik ez az hozzá karizmusítorat. Gazdaság, lojalitás vagy stabilizás. Ahogy növekszik a birodalom, ez később meg hozzá lehet adni a második és a harmadikhoz is, de jelen pillanatban választani kell, melyik legyen. Többiek fel. Van proficiency leadership-ből? Nem. Nincs az egy feat a Pathfinderben, az nincs benne.
Mit szeretnétek? Mi legyen az elsődleges célunk itt? Lehet, hogy a gazdaságot kellene, aztán ráérünk a többivel foglalkozni, ameddig ilyen kis kicsik vagyunk, nem? Akkor beíratom oda, hogy 5, hogy mennyi a módosítom. Igen, a szén és hatjáról a szága leszünk. Mondom, mindenki kóra is. Ja, ez oligári, ez de kurva, itt is jön néz ki. Oké. Tehát, akkor konzort. Aki, hogyha nem vagyok itt. Azt hiszem logikus, hogy azt lasztod kivel, hogy a te feleségedről van szó. A konzort az itt a páromat jelenteni? Igen, ami azt jelenti, Robin, erről akartam is beszélni, ezen gondolkodtam is, és sajnálom, de azt mondtad, hogy végeztek a családoddal, ebben biztos, hogy láttad őket? Igen, még mind meghaltak. Még maguk nem voltak feltétlenül nemesek, inkább... ugye Hector szeretnék így elgondolkozva előre nézni. Mind meghaltak, ugye úgy emlékszem? Tudomásod szerint nincs esélyünk egy levéllel esetleg meghívni egy unokatestvért, I don't know. Csak gondolkodtam, hogy ha van-e rá esély egyáltalán, hogy életben van, akkor lehet, hogy megkeresetnénk őket, ez neked is jót tenne. Most megint nem hallok senkit szerintem. Megint nem hallok senkit, mert beszélünk egyébként. Most hallak? Most hallasz? Hallunk. Szóval Hector, van esélyem megtalálni valakit? Jó kérdés. Vagy dobjunk fel egy D6-ot, és akkor első kettő ekonomi, második kettő, vagy harmadik kettő, stability. Hector, hallasz? Hallak. De tehát, hogy van esély megtalálni a múltamból is? Ezt így nem tudom megmondani. Lehetséges. Valószínűleg mindenki meghal, de küldhetünk egy levelet oda, honnan származom, hát ha. Mármint, hogy csak hogy tisztázzuk, ugye tudod, hogy a konzort az lényben a királynak a kvázi felesége. Felesége. Mm. Nem tudom, hogy arra az unokatestvéredet akarod-e használni. Nem gondolom, de gondolom Remzi sem arra gondolt, hogy házasodjak össze. Bár... Tudom, csak érdekel, hogy mennyire akarunk a lobomát játszani. Szerintem érdekes formákat ki lehetne hozni arcélen, hogyha... Most egész megyéket megbánthatnánk itt helyben. Hogy vonnánk egy egyenlőséget Alabama is van még északi megyénk közé. No. Azt írja, the consort is usually the spouse of the ruler. Tehát a... Igen, tehát a vonunkatesó az nem feltétlen a... Ja, de gondolom inkább ott a herre gondolt meg a sanokra, de az úgyis más lesz. A her az meg a leszármazott, az megint más. Chloe. De leszármazott, tehát örökösnek kijelölhet valakit is, hogy ő fogja örökölni, nem kell vérvonalat lennie. Mérünk egy látod, Robin, nem feltétlenül arra gondoltam, amikor erről kérdezett, te vérvonaladat fogjuk továbbvinni, mint vezető pozíció, hanem hogy éle még a feleséged. Hát megtaláljuk őt. Hát igazából 5 éves voltam, ugye, amikor megtámadtak minket, tehát akkor nem voltam házas. Várjál. A felesége az meg teljesen máshol. Jaj, a feleségem az a favorite. Fényvált van. A first-word van. Teljesen más. De nem értem, hogy miről beszéltek. Ezt RP-zem le, hogy éle még a felesége, mert kell, aki uralkodnak is feleség, és arról kérdeztem. De én válaszolok. Amikor 5 éves voltam, amikor megtámadtak minket, aki most a feleségem, ember inkább egy ilyen anya-gyermek kapcsolat volt köztünk, az Clovelli, aki a first word-ben van. Nem tudom, hogy ő át kellene ide. Nem tartom túl valószínűnek. Ő egy druid, nem hiszem, hogy túlzottan otthon érezni magát egy királyság vezetésében. Lehetséges, hogy... Lehet, hogy majd szereznünk kellene egy... feleséget valahonnan? Végig gondolom az összes nőstényt, aki a birodalomban van. Nőstény, bazdmeg! Definiáld a szerezni szót. Ja, de egy pillanat, akkor ezt én nem tudtam, hogy akkor... Hát akkor ezt üresen hagyhatjuk. Miután meghalt, ott megöltik a családodat utána, akkor te újra házasodtál. A családomban én gyermek voltam csak. Én 5 éves voltam. Miért látom, hogy kérdést akkor a három stat közül melyik? De ma beírtam egyszer. Economy. Előbb beírtam, csak valaki kitörölte. Valaki nem értett egyet a diktumoddal. Wow. Lázadokat ki kell írtanunk, akik az Excel fájlokat. Még egy fontos kérdés. Milyen alignmentű a Kingdom? Neutral good. Out of the key,
Anarchia. Hát az oligarchia. Szóval neutrál. Neutrál gúz, ja. Egyetértek vele. Tudni nem láfú vagyunk egyébként, mert bullshiteket csinálunk ezt észre, de... Szerintem neutrál gúz, ja. Igen, mert számít. Aki a... szintén karizmát ad. Úgy valahol már összeírtam egyszer a gondolataimat erről. De ezek olyanok kellenek, hogy legyenek, akik itt is vannak. Tehát hogyha... De hogyha éppen bandoklunk a birodalomban, akkor nem számít a bónuszunk? Le van írva minden szerephez egyébként, de az a lényeg, hogy egy hónapban legalább 7 napot bent kellenetek. Ja, hát akkor az végül is rá. Ha nem vagytok bent, minden egyes szerep nem megvan a saját büntetése. A ruderé az tök kedve. Nem építkezhettek, nem vehettek föl új területeket, növekszik a Aprest, aminek hosszú távon lehet olyan hatása, hogy bizonyos régiók lecsatolódnak rólatok. Egyébként igen, meg van, beírtuk. Kanszilornak Jodot írtátok be. Legalább is én. Hogyha valami, azt írja, hogyha valami olyan nemessel házasodok, aki velem egy rangú, akkor mind a ketten hozzáadjuk a bónuszunkat az ekonomihoz egyébként. Igen, csak te se vagy nemes. Hey! Supreme Leader Robinra ilyet mondani. Tehát feleségével ez valakit is, akkor kezdesen csináljátok, de az kell egy feleség. Kanszilernek vagy Jod lenne jó? Jod. Vagy a... Hogy hívják? Armilla? Az egyik személy sem tudom, hogy kicsoda, szóval mind a kettőt támogatom. Egyébként csak mondom, az utolsó fülben lent be vannak írva a lehetséges NPC-k. Az utolsó... Ja, NPC leader. Ja. Oh, nice. Ja, persze, ez alapján írogattam össze itt a dolgaimat. Tristian, ja, Tristian is jöhet. Legyen Tristian. Csak azért kérdezem, mert ugye azt beszéltük, hogy Carmilla az lehet, hogy ismeri környéket, mert Jod is. Arra kell figyelnünk, hogy ugye később lesz egy olyan rank, ami a Divine-nál közik. Két papunk van, Tristrian meg Jod. Jod az Elastriot imádja, Tristrian pedig Serran Wraith. Uh-huh. Lehetséges, hogy Jod egy picivel jobb lenne, mert lehetséges, hogy itt Elastriel az jobban jelen van. Van már két szentély a területen, mint Serran Wraith. Legyen... De akkor nem pont ezért kéne inkább Tristant papnak választani? Mi? Hogy akkor Serran Wraith? Nem. Elastrielnek a papja az a Jod. Tristan meg Serran Wraith. Akkor legyen Tristan a Counselor és legyen a papa Jod. Szerintem. Tristan elég kedves volt amúgy, lehetséges, hogy ilyen liaison az nép között, meg az a közöttünk, lehet, hogy ő lenne a jobb. Meg Jod pap akar lenni, Tristan, ja Tristan is pap akar lenni. Ja nem, Tristan, ja egyik se akar semmi lenni, az a design, hogy nem nézni. Legyen Tristan szerintem a Counselor, én azt javaslom. És azt javaslom. Jodnak még haja sincsen. Akkor be is írom, Na, ez egy... Várjál, double damage-et. Ja, mert másikat nyitottam meg. Hol vannak közben ezek a karakterek amúgy? A King of... 16-os sérülsz, Bobo. Miért? Kingdom Template Excel file-nak az utolsó. Szintén a kapaszokat. Very nice. Yes, on desired role. Ez minden. Aki rossz. Ja, és a best role az meg az, hogy mi a statok alapján? Ez egy ilyen, amire alkalmas. Amire alkalmas. Igazából, hogyha a pap meg a counselor között akarunk dönteni, akkor igazából csak személyes preferencia, hogy melyiket akarod. Hát annyi, hogy Tristan plusz 5-öt fogadni a wisdomjából counselorként. Mm. Ez lehet. Én Tristanra szavazok. Én is. Jó, ja. És melyikhez adjátok hozzá? Ja, modifier, loyalty 5.
Oké. Jodnál meg stability, és Jod. 5 is karizma vagy... 4. Oké. Szerintem így jó, mert stability... Aha, az így. Jó, general, itt jól emlékszem, azt beszéltük, hogy Remzi. Nagyon szívesen lennék a harcérőnknek a vezetője, azért is kezdtem ebbe bele ebbe az útba, hogy összegyűjtsem a testvéreimet. Oké, sekkor. Össze kell őket gyűjteni, és hogy összinte legyek máshoz, annyira nem értek. Akkor ezt én támogatom. Stability-hez tudsz karizma és strength. Az a baj, így out of game, rájöttem, hogy csak plusz 3-as a strength, ha? Oh my god, de gyenge vagy. Ja, meglepő módon. Wow! Szóval plusz 3. Igen, de majd legalább együtt dolgozhatsz Joddal a stabilitásért. Grand Diplomat. Ide írtatok be Carmellát. Ő egy olyan erőszakos diplomata lenne. Az ki volt az a Carmella? Ő volt a Steglordnak az egyik látadója, a csaj. Amelyik nem a barbár volt, hanem a másik. Igen. A skimitáros csaj Ciro. Ja. Elmegy diplomáciai küldetésre, és valaki nem ért egyet az ajánlatunkat, akkor egyből meg is gyilkolja. Tehát az asszaszinunk is lehetne. Ez mondjuk egy jó gondolat, meg igazából szerintem az... Ne. Ja, igen. Ez egy jó képet festen a birodalomunkra, hogyha nem csak pasikkal ültetnénk el az egész tanácsot. Ami azt illeti, én beszélgettem Carmellával egy pár percet, és ami egyből lerít nekem, hogy nagyon ügyes a Cardal, de viszont rettetlen intelligens is, és nagyon sokat tud a területről. Lehetséges, hogy tényleg jó lenne erre a pozícióra. Ő Camélia? Carmella. Carmella? Caramel. Az ének. Carmella. Ja, az ének. Carmella. Carmella Brava. Carmella Brava. Oda van írva az NPC leader listában, egyébként csak mondom. Ja, ott van. Ja, ott van, persze. Hát akkor legyen Carmella. Bár a képessége nem annyira jók alapból azért, de... De azt mondom, 18-as intellekt és intellektet kell hozzáadnia. Ja, jó, vagy szóval jaor, tökéletes igazából. Ő a legjobb erre a pozícióra. Vagy Eleonora, de ő a mágosunk. Igen, És stability-hez adja. Akkor plusz 4 stability, vagy mennyi? Igen, beírtam. Ez pont jó, mert a Jodnak a papjával ez pont egyensúly, az aha, ez oké. Örökös. Tehát az örökös kiválasztását... Örökös nincsen pillanatban. Örökös ilyen pillanatban nincs, bár választhattok, de túl sok egyetlen egyre nincs. Hát, de hogyha meghalok... Meghalni? Jó vicc. Tudod, hogyha se halunk meg. Játszottál már valaha a D&D-t? Tehát akkor a tanács válaszol ki egy örököst, az lesz a... És én nekem is van egy szavazatom, így... Mi öten vagyunk a tanács. Tehát van egy fő tanács, ugye? Úgy vesszük. Akik betöltenek leadership pozíciókat is. Szavazunk egy utódról szerintem, bármi probléma történnek, akkor legyen letisztázva, mert amúgy padhelyzet alakulhat ki, hogyha négyen maradnánk esetleg. Fontos, aki helyezé lesz örökös, lesz nem lehet más pozícióban. Egyébként az örökös gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy tanul, hogyan legyen uralkodó, kiképzés alatt van és járja a területet. És ha nincs ruler, akkor helyettesíti, de ha van ruler, effektív semmit nem csinál. Én, hogy őszinte legyek, lehetséges, hogy mi lenne, ha erre visszatérnénk, amikor a többi pozíciót betöltöttük? Legyen az utolsó, az utoljára akkor. Magister. High priest, az akkor beértük Jodot, ugye? Jaj. Igen. Jó. Karizmás kell szintén. Hát... Egyetlen egyemért is meg, aki érte mágiához, és ez az új kedvenc. De vét, a Magister az a mágiához kell, hogy értsen. Higher Learning Magic Education. Ja, nem lehet az... a leírását. Az nagyon is egy mágusnak hangzik. Eleonora Brand is. Már megkeresem itt a ízét aztán. Arcana, ja, igen. Hát...
ellenőrök képviselni, ez nagyon, meg, és főleg, hogy egy boltot tudna nyitni, ez nagyon tudna segíteni a gazdákat. És nem elesleg a napon már beszéltük vele, hogy nyit egy boltot, szóval. Ja, de akkor szerintem nem is kérdés nagyon. Aztán, hogy van még valami más jellegű mágikus pozíció, de igazából akkor szerintem az Eleonora. De ő az egyetlen mágusunk. Ja, most nem is jut eszembe más személy, aki úgy... Vagy berakhatunk ott a ponyomból egy nagyon nem kompetens szemét. Just for the lols. És jönnének a mágikus feladat, és így... I don't know, man. Úgyhogy nem akarjuk, hogy a mágia nagyon terjedjen, akkor lehet, hogy egy inkompetens személy jó lenne. Egy fantasy világban az mindig hasznos. Mennyit a bónuszra az ekonomira? A négyet? Karizma. Igen. Ja. Marshall. Ugye azt beszéltük, hogy ez amire lenne a rendszertartó. Én szívesen teszem. Én gyűjtök magam köré azokat, akiket tartok erre a feladatra, és együtt megoldjuk. Én azt mondom, hogy az a képesség, hogy képes vagy meggyújtani dolgokat, az nagyon jól fog jönni ebben a pozícióban. Mondom, Heroltan most is. Eroltani is tudom a tüzet a bajba. Ezt nem tudnánk együtt dolgozni. Ezt nem kell tudniuk. Fist bump. Akkor Aimira, és ő a Dexterity-t használsz, vagy mondjuk a vízizomot is. Igen, de a Dexem jobb. Mennyi a Dex módosítod? 5? Vagy 4? 5. 5. És akkor ekonomikus. Honnan vagy ilyen fullosak, Jézusom? Ők jól dobtak. Ability score improvement. Ability score improvement. Na, és itt jön a két olyan pozíció, ami nehéz volt a döntés. A Spymaster és a Royal Enforcer, azt hiszem. Nem, de. Nem? Hát... Royal Enforcer, nem, az a következő kettő. A Royal Enforcer, akiről beszéltétek. Igen, ő szép nagy ember van, csinos kis bárgya. Én közben... Csak mondom, kard van nála. Én egy kicsit előre gondolkodnák, és szükségünk lesz volna, aki a mi biztonságunkat biztosítsa, és úgy általánosságban a katonát tudja küldeni, és ez a Warden lesz. És lehetséges, hogy akár az a Wardenként jobb lenne. Nekem az a kérdésem, hogy a RP szempontból, most nem így statok, meg mit tudom én, hogy a Royal Enforcer, a Warden és a Marshall között mi a különbség egyébként? A Marshall betartatja a rendet. Az a sheriff. A Royal Enforcer megbünteti a bűnözőket? Ja, a Royal Enforcer, aki kimegy. Royal Enforcer az a büntetés végrehajtó. A Warden pedig azt írja, hogy a nőtörepülésekben biztosítja a törvényt, és biztosítja a vezetőknek a biztonságát. És én azért gondolom, hogy Akiros Wardenként lenne jó, mert ő elevetően ismeri a területet, könnyebben tud mozogni. Hasonlóan, mint Carmilla. Ez kicsoda mondod, hogy ki lenne jó? Együtt dolgozik, hogy megvédje a nagyobb településeket. Ez kicsoda... És nem tudom, hogy láttátok, de hasonló a harci stílus, amit az enyémén szerintem jól tudnák vele együtt dolgozni. De kit mondasz, ki lenne jó erre? Akiros. Akiros. Aha, ő az egyik, aki segített nekünk a... Igen. Igen. Jó. Úgy van, hogy a Warden az vagy kont, vagy strength-et adhat hozzá. És meglepő módon pont 20-es a konja, szóval... Akkor legyen... És mi az adhat? Még hozzá a loyalty-hoz. Loyalty-hoz, akkor plusz 5 loyalty. Oké. Okay. Na, a Royal Enforcer. Elfogadjuk. A Royal Enforcer az dex vagy strength? De valami agresszív emberre van szükségünk, aki kicsit képviseli a... Őt utálni fogják sokan szerintem, mert ő lesz az, aki kimegy, az pofán ver mindenkit. Aki rossz a csinál. Van egy emberünk, akinek sötét múltja van, és lehet, hogy alapból nem összkedvelt. Lehetséges, hogy nem tudom, hogy tovább kéne ezt rompani. Kérdőről beszélek. Neki volt egy, van egy sötét múltja, ő mondta, hogy van valami miért. Szerintem Kastanyi lenne. Hát, lehet róla szó, ő ugye Warden szeretne lenni, de mivel az foglal, valószínűleg kiegyezik vele. Ez a szeretne lenni, ez actually nagyon-nagyon szeretne lenni, vagy ez csak úgy ilyen... Ja, nem, bizony. Vagy nem fog fellázadni az miatt, mert ezt csináljuk, ugye? Alapvetően nem, ezt jobban szeretné, de hogyha ez a feladat, gyakorlatilag majdnem ugyanazt csinálja Warden. Akkor kezdene beszélünk, hogyha elvállalja, akkor szerintem ő jól lenne egy Royal Enforcernek.
Meg ő neki van egy ilyen személyisége szerintem, hogy képes legyen átvinni. És akkor esetében akkor plusz 3 a játé. Feltéve amúgy, ha vala vagy át. Hát akkor lehet, hogy inkább Ariman valahogy valahogy nem bírom elképzelni ebbe a pozícióba. De, de Ariman meg... szimpatikusabb pozíciók is. De Ariman szerintem Spell Master kéne legyen. Igazából menjünk át azon, hogy ti ketten mit akartok csinálni. Hogy az ne legyen állandó kérdés. Ariman a pénzcsörgés felé fog menni, de... Nem, nekem jó az itt a legegyszerűbb a Spell Master. A... Kerry... Vagy Vicari, az Viceroy. Viceroy. Az egy... egy Vazalus államnak a vezetője. Na, az jelen pillanatban úgy működik, az ben van egy pozícióban? Mond? Az ben van egy pozícióban, ben van pozícióban. Azt alapvetően ti magatok közt nem lehettek, mert nincs Vazalusotok. Az akkor lehet, hogyha beépíteted magatoknak egy külsős birodalmat. Aha. Akkor ezt most nem is kell, ugye? Vagy? Az nem tudom. Egyelőre nem kell. Lehet, hogy később lesz lehetőségetek rá, ha úgy háborúztok, de egyelőre még nem. Tehát akkor Spymaster, Treasurer, ez a kettő maradt most. A kettő, igen. Akkor Arimant a Spymaster? Vagy valahol van bármi más, miért szívesen lennél, akkor mondjad. Nekem teljesen mindegy. Aránylag nincsenek szartatjaim, úgyhogy bármi. De inkább ilyen RP szempontból. Hm? Inkább ilyen RP szempontból fontos szerintem most. Hát a Treasurer az a kincstárnak, a Spymasterben a kémekért felel. Hát én egyiket sem gondolom most annyira valának. Már vala talán egy ilyen Wardenhez közel válna az én szerint. Meg, annak meg alkalmatlan. De az a baj, hogy viszont Ariman meg mind a kettő lehetne, Spymaster meg Treasurer. Wardennek miért lennék alkalmatlan? Wardennek? Mert az con és strength. Bár nem tudom, mikor az van. Spymaster az... Mind a kettő a Spymaster is, és a Treasurer is. Nem. A Treasurer az Intelligence Wisdom, a Spymaster... Dex és Intelligence. Hát a Dex az nálam szóba jöhet. A Dex az nálam is, az is 20-as, az Intelligence az annyira nem. Hát nekem az Intelligence az 12, a Dex az 18. Hát a Dex az nekem 20, az Intelligence 9. Vízdomotok mennyi? 14. Nem vagyunk velük, na akkor majdnem ugyanis stopta vagytok, egyik öltök egyik, másik, tehát... Vízdomra pont ugyanilyen velük vagytok. A Dexterit meg egy különbség van, döntsétek el. Akkor szerintem én azt javaslom, mert ezt karakterben mondom, hogy mivel Valának szerintem egy külön semmi fogalma nincsen a pénzügyekről, viszont azért lehet, hogy Spymasterként pláne így az állatokkal való kapcsolata meg hasonlók miatt lehet, hogy jobban megoldaná, akkor legyen Ariman a Treasurer, és Vala pedig a Spymaster. De egy a többiekre nézek. Ám bár nem muszáj betöltenetek pozíciót, mert... Tudod, hogy a Spy Master nekem az a feladata, hogy ez ő spike-odjon, hanem például a counter-ölje a spy-okat. Tehát az is beletartozik. Persze, védelmet messze. Két ezeket felderíteni nehéz, hogy forgasson az oldaladon. Ez igazság, hogy van még valaki Treasurer-nek. És ezen kívül még lehet, kell egy Royal Enforcer is. Nem, Royal Enforcer az van. Kezdtem. Igen. Egy másik lehetőség, hogyha átadom a Marshall pozícióját, és én megyek valamelyik másikra. Nem tudom, hogy mire vagynék még alkalmas. Lehet, hogy való lehetne Marshall szerintem, és Aimira pedig megpróbálna a pénzügyeket esetleg. Ja, pénz, tökre. Vagy Spymaster. Aimira Spymasterként elvér nem képzelni. Még egyszer sem követtem el semmi nagy pénzügyi bukást. Akkor... Mert általában üres esetben. Mit szólnátok a Vala Marshallként? Treasurerként legyen Ariman, ha már kereskedő múltja van, és Spymaster legyen Aimira. Ravasz né úgyis. Ravaszabb annál, mint aminek elsőre. Spymaster használja Dexet, tehát a Dexet felhasználhatod Aimirával. Vala felhasználja Dexét Mia Franzként, Marshallként. És Treasurerként pedig
tehát ki, igazából, ha RP szempontjában nézzük, teljesen más egy kiosztani, mint metagamingból. Ha metagamingben nézzük, akkor mindenképpen izének kéne telesőrendnek lennie. Vagy Aimirának. Alternatív ötlet, meghomebrewzni, hogy jobban illeszkedjen a csapathoz a szabályzat. Szerintem nem metagamingben, így is nagyon jók lesznek a statjaink, azért megnézitek, szóval szerintem amit szeretnétek meg a millik, szerintem legyen Aimir a Spymaster. Én ennyit mondanék, nem azon a kettős aton fog múlni. Amit fannak éreznétek, hogy a tanácsban beszélgettek róla másokkal. Szóval maradhatunk így is, hogy Marshall marad Aimir-re, szóval... Meg nem muszáj. Egyébként a Treasurer lehetne Oleg is, és Spymaster pedig Ahriman. Vala pedig simán tanácstag lenne, úgymond. Én is erre gondoltam. Oleg is még van. Akkor hogyha nem baj. Lehet is. Csak valahogy is inkább tűnik ilyen kalandozó, és nem feltétlenül az annyira ilyen bármilyen tanács pozíció betöltősnek szerintem. Igen, én a tudatlan szabad lélek vagyok, hogy így városon belül ott most ilyen bármit. Én azt is tekint egyik RP szempontjából, hogy megköszönhetek a különböző döntéseket közösen, és egyébként a kell, valas segít az embereknek kint. Igen, a mindenben is, amiben csak mindenben lehet. Is. Összeházasodunk vala. Public face. Sőt, támad még egy ötletem, de azt nem tudom, hogy fogjuk lemodellezni, amire nem lesz roll csinálva, de mi lenne, hogyha vala lenne a scout team leader? A boy scoutoknak? Nem, hanem akik... ami úgy fog működni a másik fejezettől, hogy nem ti mentek ki és jártok végig minden területen, hanem a scout team megy ki. És pénzzel felfedez. Jó. Jobban így lenne. És stat pozíciót olyan szempontban nem lesz, hogy statot nem ad a birodalomnak, viszont ő lesz a vezetője annak. Hát és akár mégis megy is velük ezekben a downtime-okban. Jó, rendben. Az, hogy kik lesznek a társai, azt már megbeszéljük Azival. Jó, tehát Oleg kap a intelligence vagy wisdomból. Mondjuk ebbe lehet, hogy pont nem jó Oleg. Hát 15 van neki. 15. Az kettes módosító, vagy ez? Aha. És azt adjuk a ekonomihoz. Hú, aztán egy kicsit jobb lesz Oleg Treasurernek. Nem tudod, megvan az oka, hogy miért állt ilyen szarul a trading posztja, amikor megérkeztünk. Igen, ez sok mindent megmagyaráz, hogy miért... De mennyi a dexterity-t, vagy az intelligence-ed, Ahriman? Négy adjál hozzá, mert 18-as dexa van. És bármelyiket választhatjuk. Miből van szükség? Economy, nem? A Spymaster is egy fontos pozíció, pláne, hogyha lehet változtatni. Ezt fönt látjátok, figyelj, van 16 ekonomitok, 10-21 lojat és 11 stability. Azt néztem, hogy jó. Oké, talán aki mindenkit, akit akartunk, az belepakoltunk. Hé, Vala, csak egy kérdés, mennyi a karizmád? Annyira karizmatikus vagyok, hogy az 7. Lehet, hogy nem neki kell hernek lenni. És akkor is Carmella, az nem került bele a... Ja, de bekerült a diplomatánkba. Esetleg egy is ilyen is ötlet. Lehet a konszort. I'm a matchmaker. Nem hinném. Egy kicsit így csóválom a fejemet. Nem. Egy kicsit... Nem, karizma. Az is karizmás. Megért volna egy próbát. RP szerint... Nem, én nem vagyok karizmatikus. Én megcsavarom a fejemet, ahogy olyan így... Olyan jó pár lenne, hogy rontja a birodalmat. Én így kicsit csavarom a fejemet, hogy nem hinném, hogy... Félek, hogy megenne a Moon. Hogyha bármit is csinálnánk. Jó, szavazzuk meg akkor az utódot. Ki az, akiben merni... Nyilván nem fog megtenni, persze. Biztos nem halok meg. De egy ember maradt, aki szóba jöhet. De az lehet bárki, szerintem, nem? Nem tölt be más pozíciót eddig. És mindig őt. Mondjuk együtt a nevét. Ő lenne az. De várjál, Hector, lehet olyan személy a helyre, aki már valami pozíciót betölt, nem? Micsoda? Nem. Annak külön személynek kell lenni az örökösnek? Az örökösnek? A ruler, eldest son or daughter. Ja. De bizonyos advisort, és nem tudom, hogy a szó mit jelent, ami utána van, kinevezhetsz túl örökösnek. Hát akkor igazából lehet ez is. Szóval tényleg bárki közül választhatunk.
Szenessel, ez nem tudom, mit jelent, úgyhogy... A Seneschal az egy bizonyos pozíció volt, ami, hát hogy mondjam, tehát ő az, aki a, hogy mondjam, mondjuk egy királynak a saját várának a nap mindnapi hülyeségeit intézi. Igen, yeah. Nincs. Tehát ő az, aki a királynak a jobb keze, mondjuk. Jó, akkor mindenki keze. Kezdhetem én a... Én úgy gondolom, hogy szerintem Aimira legyen az örökösöm. De nekem van pozíciója. De azt mondtad, hogy lehet Adúszor az... is. Nem. Aki Er, az nem lehet más. Igen, tehát... Nincs dupla pozíció. Tehát kiválaszthatsz engem erre, csak akkor én elveszítem azzal a második pozíciómat. Szerintem úgy tök logikus. Viszont ebben az esetben valami megkaphatja azt, amiben viszont jó lehet. De lehetséges, hogy én lehetséges érzem benne rossz amúgy. Egy olyan probléma van egyébként, hogy ha mindenket elmentek a városból, akkor kihelyezésítő rulert. Nem szabad, ha a Hernek olyannak kell jelennie. Ketten maradtak Hernek, Bob vagy Svetlana. Az Ernek az a előnye, hogy ha nincs benne a ruler a városban, akkor tudja helyettesíteni. Úgy fun fact, de szerintem a Svetlana még alkalmasabb is lenne. Igen, mennyire nevetségesen hangzik így elsőre igazából. Uh-huh. Egy kedves nő, Bobbal is látjátok, hogy mit, lehet, hogy a kedvességével egy normális tanáccsal akár képes is lenne, most nem akarizma szkóriát nézni, hanem lehet, hogy képes is lenne akár egy ő helyi, úgy, hogy ameddig nincs jobb, addig én lehet, hogy azt javaslom, hogy legyen Svetlana. Ő legalább a Olegnek, aki az egy fontos figura itt területen, őnek is a szeretetét élvezi, akkor Oleg csatlakozná hozzá, hogyha úgy alakulna, hogy Svetlana uralkodna. Persze nem fog ez megtörténni remetleg, csak én lehet, hogy Svetlanát javasolom, legalább úgyis Oleggel maradna itt helyben. In-game, mondva, visszautasítja. Ekkor a feleséget nem vállal el. Miért? Ő egy háziasszony. Pontosan. De pont ezért lenne alkalmas. I don't want it. Pont ezért alkalmas, mert nem akarja a hatalmat. Tanácsos tökéletes. Szívesen ad. Tanácsos szívesen ad. Akkor be is írom Svetlanát. Nem fog egy potenciálisan több városból álló hatalmas birodalomnak az örököse lenni. De ezért tökéletes. Nem látod a trónok harcát? Ott is a végén. I don't want it. Jó, de utána azt is elküldték a falra. Egy nagyon satisfying befejezés. Igen, ez egy jó befejezése volt és a sorozatnak. Ezt hagyjuk ki, hát, akkor jó? Most hát igen, tehát ezt most vagy üresen hagyjuk, mert hát azért lássuk be, Bobot sem igazán tenném én oda. Értem én, hogy jó fejsrác is tenne. Három hónap még bandita volt. Igen, és azóta meg börtönben ült. Hector, én valahogy elbírom érni a feleségemet. Sok helyen nem számítám. Köztörvényes bűnözőket ültetünk döntéshozói pozícióba. Igen, de most próbálunk egy jó helyet nem csinálni. Akarok, nem akarok párhuzamokat vonni, csak mondom, hogy gyakorlatban eddig nem látszik akadálya neki. Hector, valahogy én bírok beszélni a feleségemmel. Jelen pillanatban nem. De ha találtak esetleg egy játékot a First World-ba, akkor lehet róla. Hát jó van, ez így akkor, ez egy nap akkor. Jó van, szerintem ennyi pozíció most így elég lesz, úgyis azért itt mozgó. Közben azt mondom, hány karakter helyett kéne rólanom, de úgy nézem, 5. Egyébként elmondom nektek, hogy én csak emiatt az egy pozíció miatt kezdtem ezt a karaktert, szóval srácok, köszi. Na, és I'm a legfontosabb dolog, ami van. Vásodikát létsz a következő oldalra. De sok oldal van. Oh no. Az a lényeg, hogy kaptatok egy kis bónuszt a Rest of-ból, amiért kipucoltatok a helyet. A feladatért magáért járt 20 pont. Építési pont. Amit egyébként az első oldalon láttok a Treasury-be. És minden egyes területért járt még egy. Összesen 68 pontotok van ilyen pillanatban. Nice job. Nos, és úgy néz ki, hogy jelen pillanatban tudtok le, körönként, ami egy hónap, 5 épületet építeni. Minden épület egy kör, mint a Heroes 3-ban például. És hogy találjátok, hogy mit szeretnétek lerakni elsőként a településetekben, és azokat akkor elhelyezzük, ahol akarjátok, és frissítjük mindent. Ahogy meglátom, hogy mínusz 1 a corruption, és mínusz 2 a crime. Ja, az jó, hogy a corruption mínusz 1, nem? Egyébként igen, azért ennyi, mert semmi nincs kiragva. Aha. Fú, aztán már, hogy egy már is izé. Semmi. Aztán... Minden egyes kocka, amit látok, az egy építési terület. Darabja 350 lapost jelent. Buildings.
Aztán, hogy ki fogja írni, hogyha ráviszem az egeret, de nem írta ki. Szerintem építsünk rögtön egy bankot. Két opció van. Vagy a lenyúlom előtt nézitek lent. Nekem van egy ötletem, srácok. Építsük tele kocsmához a teljes területet. Kocsmához kell szomszédban ház. Házak és kocsmák. Igen, így felváltva. Öt kocsma, négy ház. Játékmester, mi a tipped neked valami hasznos épületre? Igazából így nem látunk itt olyan statokat, ha jól látom. Különben az a datánál. Nem, de egyébként elküldtem a PDF-et, ami benne van. 217. oldalban elég össze van foglalva. 215-216. oldal, az összes épület benne van. Ez mondjátok, hogy mit kéne, mit akarunk? Loyalty, stability? Nem is értem. Én össze azt mondanám, gondoljatok végig, mire van szükségetek egy település elején. Kennedy fog néhány ház biztosan. Azoknak az ellátásával folytatjuk, tehát kaja, víz... Az nem itt működik, az külön van. Az a area improvement lesz majd. Jó, de most próbálom végig gondolni egyenlőre. Tehát ugye az egy, az ellátása... Házakat, egy házat 3 BP-ért tudunk építeni, és egy hely kell hozzá. Így van. És egy unrestet, mínusz egy unrestet ad, ami meghasznos ugyebár. És annyit mondanak egyébként, hogy a building slapon az összes épületnek így van a képe, úgyhogy be tudjuk másolni oda. Hát árvaházat biztos nem építünk, azt már most mondom. Az árvák létezést le fogjuk tagadni. Várj, mire van szüksége most jelenleg a királyságnak? Nézzük azt, jó? Tehát legrosszabbak, stability-ből vagyunk. Építsünk egy arénát. Library, Magic Shop, ez 3 lot building-es. Magical Streetland. Építsünk egy pastét, építsünk egy pastét magunknak, ez készen. Féláron van. Egy mansion. Egy kastély. Építünk magunknak egy villát. Egy kastély, mellette egy kocsma, és mellé egy árvaház, amit mindig leégetne Aimire, hogy tiszteletet parancsoljunk. Kikötőt akarunk rakni? Tényleg az a terület. Itt tudtok rakni délre is, meg keletre is. Viccen kívül amúgy egy castle nem lenne rossz, mert nagyon sok bonusztad, és fél áron van, és amellett még, mert 30 és 27-ért meg tudjuk venni, marad még 38, nem tudom most mennyi BP-nk van, abban meg tudunk építeni egy rakott házat. 54 BP, és a house az mennyibe kerül? Várja, a house az 10, nem az 3. Ja, hát akkor legyen, szóval legyen castle. Szóval a házakat biztos építsünk egy párat, bár most annyira sok emberünk meg nincsen egyelőre. Azt mondom, hogy húzunk fel 2-3 házat max. Annál több nem hiszem, hogy egyenlőre szükségünk lenne rá. Felhúzunk akkor egy várat. Nem, te nem mentet tudtok felhúzni először, és azt látom, hogy Avridani házzal. Mit? De te nem ment, az a neve. Ugyanaz. Két unrestet ad. Ah, és hogyha felfeleztük házzá, akkor meg már csak egyet. És plusz 2 unrestet ad a te nem ment. Az mínusz 1. Jó. Akkor kastélyt, és fél áram építjük ugye a kastélyt, akkor a kastélyt berakod, mindenki egyetért a kastélyba, ugye? Jó. 27-be kerül. Akkor 27. Én azt mondom, hogy a kastélyt, azt lehet, hogy mennyi épületet építetünk egyszer? Az első, egy körben összesen 5-öt. Az elhelyezésük számít egyébként így a térképen? Micsoda? Az elhelyezésük számít a térképen? Alapvetően csak olyan lehet fontos, például a taverna, hogy a taverna mellett kell lenni a háznak. Ugyanabban a 4-esben. Jó. Hát akkor a kastélyt azt rakhatjuk a jobb alsó sarukba mondjuk, nem? Igen, de viszont azt szeretném először meg kiszámolni, hogy mennyibe kerül a 3 házat építünk. Mert hogy 3, vagy ha építünk 2 tenementet, és aztán azt rögtön átépítjük 2 házra, az 4 építés, hogy kell, hogy legyen egy következő. Nem, az teljesen külön van. A Kingdom úgy működik, hogy 5 épületet építhettek meg egy körben, és 2 improvement, de a 2 improvement beleszámít a pályán lévő improvement is. Szóval ahhoz, hogy... Azt külön kell építeni. Szóval akkor először lerakjuk a tenementet, és aztán a következő körben lehet azt átváltoztatni házzá. Uh-huh. Szóval a tenementet mindenféleképpen kell rakni. Igen.
Mondom, úgy számoljátok, hogy egy building point 2000 arany. Azért az... Nagyon pöpet házakat fogunk ide építeni. Gyakorlatilag az a 350 lakosnak van a viskó, az 4000 aranyba kerül, az szinte sátrak. Nice. Jó orta. Effektív, igen. Ez a gettó. Na jó, akkor mi lenne, ha... És keresünk, mi lenne építenünk valamit, ami unrestet negálja. Kastély. Szóval erre két tenementet építünk, az 2 BP marad, még 66, és még 3 építkezés. Meg akarjuk építeni a kastélyt, akkor még 2 építkezés marad, és 66-ból levonjuk a 27-et. A kastély az negálja teljesen a két tenement. És az, aha, akkor ez így tökéletes, akkor 39... Miért vártunk? Jó, számoltam? Nem. 68 minusz 56? 12. Ja, nem, mert annak a fele. Nem. 27 meg 2 az 29, 68 minusz 29. Oh my god, ez már bonyolul. 39. Az tényleg 39, és akkor még tudunk 2 dolgot építeni. Na, ezt berakott Hector, hogy, vagy hogy építkezzük éppen? Vagy ezt hol jelöljük? Keresem. Hogy a maradékot elsikkasztjuk a picsába. Mi igazából nem tudjuk azt, hogy felépítjük. Jobb alul szerintem. De a sarokban, hogy ugye a vízhez hozzáférjen állandóan, várnak az kell. Meg mindenki más meghalljon, mire a kastélyhez eljutnak. Long live the supreme leader. Jó, és ha már magunknak csináltunk valamit, akkor lehet, hogy most valamit kéne a népnek a házakon kívül. Kétszeres sádrát kapnak. Várjál. Lement a kászol, és még 2 elementet. Szerintem legalább 2 elementet. Hova? Ellapoztom onnan. Szerintem kerüljön egy az északira, megy meg a nyugatiba. Ott alakítsunk ki egy lakóövezetet. Területfejlesztő is vagyok, én tudom az ilyet. De én azt mondom, hogy lehet, hogyha úgyis házakat építünk, és vannak olyan... A ház így jó. Csak mert ugye van, lesznek olyanok, amik hát ház mellé kell építenek, hogy legalább mindig kettőben van ház. Pillanat, megnézem itt valamit. Hogy építsük te az összes mezőt várakkal. És csak várak legyenek. És mindenki vár valaki? Aha, és nincs semmi más, csak várak. És nem tudják, hogy mikor éppen melyikben vagyunk, úgyhogy nem tudnak minket megválni. Igen, ez ilyen bevehetetlen lesz. És nyilván van egy nagyon fontos épület, ami mindenhová kell. Egy börtön. Szóval yeah. Van egy kastély, két tenement és egy börtön kezdésnek? A sátorlakóinak. Egy tavern. Egy fogadó. Tavern, ez nem lehetne rossz, amúgy. Tavern lehet, de mindenképpen tenement mellé kell rakni. Jó. Ja. Vagy, de várjál, lehet inni is. Mit ad a tavern? Ez csak plusz egy economy, plusz egy loyalty. Plusz egy corruption is ugyan, de 500 GP value. Az én viszont plusz egy economy, plusz egy loyalty, és ennyi, és plusz és 500 GP base value. És plusz egy society. Mennyibe fáj? 10 BP. Oké, legyen egy inn egyenlőre. Ha. Én azt mondom. Azt tűnik, hogy milyen bónuszt ad még a tavern, vagy ez ennyire? Inn. Érdekes, az inn az sokkal jobb, mint a tavern. Melyikhez rakjam? Inn. Mondom, melyikhez? Szerintem legyen a déli. Az olyan szimpi. És szerintem lehetséges, hogy inkább oda felülre. Minél messzebb a kastélyunktól, nem? Az akkor is meg. Dehogy is, nem késő, látod, még oda került. De bírunk építeni már int egyébként, tehát a tenement az house-nak minősül ilyenkor? Igen. Society plus van. In, az mit ad? Economy loyalty, tavern az...
Waterfront, waterway, az nem kell még. És nem akarunk valami olyasmit, amit termel élelmet a... Na, én is azt nézem. Szépen nem tudtok rakni, az kint kell a pályán majd. Ja. Oh my god. Mint. Hát szerintem egy mansiont építsünk azért külön nekem, valahova. Egy micsodát? Egy mansiont, csak nekem. Ja, igen, igen, mint a... Abból adod, hogy a castle 4 helyet foglal, de fél év meg volt. Én azt mondom, hogy az 2 helyet foglal építésben. Nem reális az, hogy felúsztok egy félvárost egy hónap alatt. Mi? Most, még, most még mit építünk? De ki is van írva, hogy 4 lotot foglal amúgy. 4 lotot foglal, de mivel egy féláras, vagy félig megvolt, azért azt mondom, hogy 2 legyen, és akkor a másik 3 épület meg a 3, és kész. És akkor eddig építettük fel most. Igen. Levontam a pénzből, be vannak rakva a bónuszok, lent írja. Uh-huh. Igen, látom. Jelen pillanatban 430 emberre kezdtek. Ezre tél a városotok. Így, és akkor... 430 ember fér el két van most. Ez nem egy épületet jelent. Ez egy ilyen kis lakónegyed. Ez egy lakónegyed. És akkor okay, ez okay. Hozzáadja az ekonomi, meg az első kingdomos fülön, ugye? Igen. És akkor most jön az a rész, hogy tudtok egy darab hexet claimelni. Egy BP-be kerül minden egyes olyan hex, amit felfedezhetek. Ja, és ezt itt kell. Igen, melyiket szeretnétek? Én javaslom a River Crossingot. Legyen egy összeköttetésünk az északi. Igen, szerintem is. Az a baj, hogy valószínűleg... És azt tudjátok még csinálni, hogy van két improvement, amit meg tudtok csinálni. Mivel el tudok ezzel. Uh-huh. Igen. Mik? Mi? Az a terrain improvements? Így van. Itt az 10. Csak találd meg, amit hozzá. Egy házat csak improvolunk, nem? Nem, azt meg... megcsinálom, most épül. Az egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ez a Kingdomnál a bal alul van a terrain improvements, nem az lesz az, amit most... Igen, mivel ez planes, itt ilyenkor nincs előkészítési idő az épületnek, mert ha mondjuk erdő lenne, vagy ilyesmi, akkor ugye meg kell, előre le kell dolgozni, hogy meg essen építeni a bármit is. Itt jelen pillanatban, ami opciók nektek, egyébként kint is van a térkép sarkában, jobb fönt, ez a 12 féle kis építmény. Ja. Azért adtam ki, mert ezeket ja, mások. Tudtok csinálni akveduktot nem tudtok csinálni, mert nem helyi mellett vagytok, ugye ez ki van zárva. Igen. Jelen pillanatban, ami élhető esetleg nektek, az a farm, fishery, road. Én az farmra szavaznék elsősorban. És kettőt tudtok csinálni. A farm az kettővel csökkenti a fogyasztását a birodalomnak darabja. A fogyasztás az miből vonódik le, vagy az hogy működik? BP. Mert úgy van, hogy van mi egy BP teszik? Összeg, ami bejön egy hónapba, és abból jön a fogyasztás. Hát lehet, hogy egy farm nem lenne rossz, hogy... Oké, ha megnézed a Kingdom Sheet-et, középen van a treasury fölött, a consumption. Látom. A wave mill az mit csinál? A wave mill? Saw mill az... azt erdőben lehet csak tenni. Ebben egy ilyen fogalmódalap. Stability és egy BP körönként. Tehát az építőanyagot termel nekünk. Igen, ugye, hogy egyébként a kóri és a mine is BP-t ad körönként. Ja. Akkor farm. Én azt hiszem, hogy ez ilyen vízi malom. Nem, az fűrész malom. Ja. Nem, hát egyenlőre kezdjük azzal, hogy legyen kajánk, aztán már utána foglalkozunk minden mással. Jó, persze, csak azt hiszem, hogy az meg rásegít a farmra. Úgy fogjuk csinálni, minden egyes területre egy improvementet rakhattok, ami ilyen, és mondjuk utat, amit upgrade-eltek majd high-grade-re később. Az úgy gyorsítja az utazásodat, egy 10 feet-tel mondjuk. Mert azt nincs meg a tarozom, mert még megérzem ennyivel. Akkor farmot. Farmot a folyóra. Vagy a triverre nem lehet más, úgy nagyon specifikusat, ugye? Kanon. Hidat. Ja, majd hidat van rajta. Igen, csak ez nem az a híd, amelyik szét van esve? Reverse crossing... Nem. Ez egy jobb alapotú. A Rated Bridge van szétesve. Aha. Oké, és akkor ez beírás, hogy most...
Districtből kettőt kapunk, ugye? Egy far. Az egy 100 populáció egyébként. És akkor azt tudjuk csinálni, hogy még van egy improvementetek. Én úgy tekinteném egyébként, hogy a bridge is útnak számít alapvetően, hogyha átkeltek rajta. Meg a városhoz nem kell, a várostól kiindul. Zsír. Úgyhogy még azt tudjátok egyébként csinálni, esetleg egy fisherit leraktok. Fisheri. Uh-huh. Az is ott van a felső... Ja, hát az ugyanaz, csak... csak egy csak... Bad. Igen, csak nem mennyibe kerül? Ja, mennyibe kerül. De... ezt lehet, hogy inkább ne rakjuk le most még. A farm az, hogy kettőbe kerül itt, mert a planes. Hát jó, de az a baj, ezek limitálva vannak, hogy mennyit kaphatunk, nem? Mit? Hát ilyen terrain improvements-et. Körönként kettőt. Most egyelőre. Egy, nem, egy kicsit vagytok. Mi van még egyetek? Legyen a másik. Feltlen nem kell használni, de... Később nem bírjuk akkor lerakni, hogyha... Vagy lerakunk egy fortot. Hova? Oda, a crossingra. És így védjük a, mind a két oldalra egy-egy torony. Legyen fisheri. Fort. Egy fortot ami nem lenne érdemes, nem lenne rossz egy olyan területre lerakni, abban majd... 24-be kerül, csak mondom. És menjünk ja. Van, úgy hol tartunk? 26. Na, annyira nem állunk azt akkor most. Ja. Szóval nem legyen izé, legyen fisheri, aztán ez a gazdaságot indítsuk be. Most akkor az úgyis egyet csökkenti a kansz... Bár mondjuk most nem fog számítani semmit, mert alapból kettővel csökkentve van már, szóval... Tehát ami a conception bonus, azt, meg, azt megkapjuk majd pénzbe egyébként, ami... Mit? Ami... Na, ez nem úgy működik. Valamilyen szinten átlet... Building points, az nem konkrétan pénz. Aha. Amit kaptatok ti Restorftól, az nem pénzösszeg, hanem munkások, anyag, építőanyag. A BP gyakorlatilag ezt jelképezi. Aha. Mm-hmm. És a settlementnél is akkor 580 a lakosságunk, nem? A kingdom, hogyha lenne. A settlementben 430 csak. Ja, hogy ez külön izében van. Ja, külön és van mindegyik egy settlement. Majd lehet több settlement. Ja, cool. Az összes terrain improvement, tehát minden szart jelképezi. Cool. Nos, és most jön a... Így is lassan végzünk. Ja. Még egy kört megcsinálunk. Ja. Négy fázisból áll, igen. Srác, nekem ezt mennem kell, hogyha Netflix-re lehet, hogy bízom. Lehet, hogy akkor ezt majd legközelebb szerintem. Megkezdjük így? Nekem az is jó. Ja, szerintem majd. És egyébként ti is elolvassátok, meg én is. Ah. Vagy az. Olvasni. Olvasni. Na, szóval úgy néz ki, akkor elindult a kis birodalmatok. Egyébként az Excel miatt valószínűleg bármi könnyű lesz kezelni. Mert minden számol. De ha bármit beírok, akkor az minden más átír, amit... Aha, mindent ír. Az épületek, a városban, majd amit még utána nézek, hogy a magic itemek, scrollok, wondrous itemeket, amiket generál majd a bolt, meg ez ilyenek az... Királyság, jónak tűnik, meg érdekes lesz ez a tanácsosd is. Hamarosan szaporodnom kell. Oh no. Ez a csodás vérvonalmat tovább vigyem. És így néz Aimira rá, hogy hello. Hey. Valami karizmatikus. Papa Aimira. I will burn your dick off. Bocsi, valaki olyan akarok össze, nekinek magas a karizmája, tehát valószínűleg jól fog kinézni. Tehát nem Remzi, mert neki csak karizma megy. Valaki karizmatikus se fog, mert tudod, bocs, kell ez a plusz ekonomi bónusz. De ekonomi. Nice. Szerelemből házasodsz egy karizmából, ez itt a kérdés. Ilyenkor jön az Arranged Marriage koncepció. Pontosan, kuzin. Úgyhogy ki kell küldenünk Karmelát a környező kisebb bandita birodalmakba, hogy kinek van nagyon szexibb lánya. Össze kell hívnunk az embereket, és aki a legkarizmatikusabb embert hozza, az elrabolik, azt meg beletjük utódnak. Nem vagyunk metáz. Nice. No, nem metázunk soha, ki jöjjön. Amúgy jól néz ki, tetszik nekem ez, jó ez a Foundry is egyébként. Ez jobb ez a Kingdom Management, mint ahogy gondoltam így elsőre. Tetszik, hogy ez eléggé responsív így ez a kis Excel. Hát jó. Hát jövő héten mi fogjuk kezdeni konkrétan beállítjuk az adózást, a
holiday-eket, expansion-nek milyen lesz, 30%. Ilyeneket. Csak utána dobálni fogunk minden kör 4 fázisból áll, de ez tök jó lesz egyébként. Tudod, ha ilyen Manwoody módra csináljuk az adót, akkor lehet, hogy megpróbál meggyilkolni valami alatt valónk. Egyébként a taxation-en növekszik az unrest. Pontosan. Hangis ezt jól tudja. Megérkezne Szilász, Varian, meg a... Ja, amit nem mondtam még, de fontos, hogy minden egyes district, amit elkezdték beépíteni a városokba, az növeli a control DC-t a birodalmat. Ja. A kontrol lényeg, azt meg kell dobnatok, és hogyha nem dobjátok meg, növekszik az unrest. De még szerencsé, hogy Aimira. És azt kidobja amúgy? Kidobja? A ruler. És mi alapján dobja? Milyen módosítóval? Én már plusz egy a corruption-ünk. Körbenézek ez mindenkin. Egy... Gyorsan megmondom meg. Ez egy loyalty dobás lenne, vagy? De keresem, hol van dob. Stability. Upkeep phase. Nem, kingdom turn. Upkeep phase, check your kingdom stability. Stb. Igen. Kingdom stability. Azt jelenti, hogy ha sikerül, az APS csökken egyel, ha nullás és csökkenne, akkor egy BP-t kaptok, és ha négyel vagy többel elbukod, akkor az APS növekszik egyel, ha öttel vagy többel, akkor egy D4-jel. És hogy kell dobni? Igen, tehát miből dobjuk azt? Stability check-et kell dobnotok, nem? Stability-t dobtok. Értem. És ha a D20 plusz stability nagyobb, mint a kontrollot díszítek, akkor nyertetek. Hát elég stabil. TC24 dobás kéne dobnunk. Plusz 11-jel. 16? Nem, 16, mert az bal szélső a stability plusza. Az összeg. Igen, de 30 a DC, tudod. Ja, hogy valahonnan jön még, oké, értem. Itt úgy van, hogy 2 a méretből, 11 a leadershipből, 2 az alignment. Ja, az alignment is számít ezekben, what the fuck? Én ezzel nem lesz gondotok, mert kicsi birodalmat könnyű irányítani. A government az ad bónuszokat egyébként valamire? A government semmit nem. De az alignment megad. Az alignment ad. Ja, azt nem tudtam. Annál jobb a DC. Ez cool, azt nem, hogy ez csak iszé, ez csak valami. Jó, srácok, valahol át fogunk térni diktátorshipre. Az a célom, hogy legyen második Robin, harmadik Robin, negyedik Robin. Kicsi Robin, nagy Robin. Ennyi Batman. A célom, hogy egy római szám legyen mindig az utódom előtt egyen nagyobb, mint az előzőnél. Szóval valószínűleg meg fogom néha öletni magamat, hogy jöhessen a következő Robin, ahogy... Vagy... Új karakter. Halhatatlanná válsz, és mindig csak azt mondjuk, hogy meghalt az előző, és egy új Robin lép elő. Most rendben Rolfnak hívjátok, légy szíves, és az összes családtagom is Rolf lesz, a nők is. Itt van azt a magyarázat, hogy egy elbukat fogadás. Jó, még egy olyan gyors kérdés, hogy Erin, nektek hogy tettik az elején, meg milyen volt így a session? Cool, köszönöm, cool.